Üdvözlöm a Kultúrszoba nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Az új esztendő új vezetőt hozott a Babits Mihály Kulturális Központ életében, Berlinggel Attila személyében. Az új igazgató már a Covid utáni időkre készül, így folyik a színházi szezon és a városi nagy rendezvények tervezése is. Tényleg váratlanul ért, de rögtön az első gondolat után jött a következő, hogy hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy végtelenül komoly elszántságot igénylő feladat. Záporoztak a kérdések a fejemben, de mivel decemberben történt a felkérés, és rövid határidőn belül meg is kellett tenni ezt a lépést az önkormányzatnak is, így tényleg nem maradt sok időm, úgyhogy a döntés gyorsan megszületett. Berlinger Attila január 1-től irányítja a Babits Mihály Kulturális Központ munkáját. Előéletét tekintve jelentős kapcsolatrendszer áll a háta mögött, hiszen olyan munkaterületeken dolgozott, amely során folyamatosan kapcsolatokat kellett építenie és működtetnie. Ő a Babits történetének 11. igazgatója. A legfontosabb dolog tényleg a megtiszteltetés volt. Ez volt a második gondolat egy néhány másodperc múlva, hogy hűha, azért itt rögtön elkezdtem az elődökre gondolni, 50 év, nagyszerű emberek, nagyszerű városi olyan személyek, akik itt nagyon sokat letettek az asztalra. Utána következni, hűha. Decemberben kért fel polgármester úr erre a feladatra, miután lehívott, hogy egyeztessünk, hogy ez lenne az elképzelése, hogy velem folytassuk a Babits Kulturális Központ és a Szekszárdi Közművelési Kft. Vezetését. Így értelemszerűen hát nem sok idő volt erre, de hát legbelül nem is kellett el sok idő. Azt gondolom, hogy lehet, hogy elérkezett most egy pillanat ahhoz, talán a sors akarta így, talán tényleg ez egy olyan hirtelen jött döntést kell hozni, amit jobb, ha az ember nem éjszakákon át gyötrődve hoz meg, hanem megpróbálja bátran belevág. Van talán egy pici helyzeti előny, tehát itt vagyok Szekszárdon, itt élek, gyermekkorom vagy fiatalkorom óta itt is születtem. 20 éve dolgozom az önkormányzatnál, korábban is itt dolgoztam, gimnáziumban tanítottam, sok cégnél dolgoztam. Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ismerem azért a város szereplőit. Most ugye erre is nehéz egy összefoglaló szót találni. Alkalmam volt, lehetőségem nyílott arra, hogy az elmúlt évtizedekben a munkám révén természetesen sok mindenkivel megismerkedjek. Ez azért ad mindig egy kis támaszt, ad egy biztos hátteret az embernek, hogy oké, lejövök a Babitsba, ismerem az állomány 80%-át személyesen, ez nagyon jó. Tehát a leendő kollégáimat, ismerem a volt vezetőket, dolgoztam velük, ismerem a rendezvényeket. Volt alkalmam szintén csak a munkám révén bekapcsolódni kisebb-nagyobb mértékben. Tehát azért nem idegen a terep, de mégis azért a város kulturális életét irányító intézmény élén az egy kirakat történet. Mind a személy, mind az intézmény a kirakatban van folyamatosan. Amikor kiderült a vezetőváltás, a közösségi oldal tele lett a gratuláló üzenetekkel és támogató posztokkal. Ki az, aki nem lenne erre büszke most? Tényleg, játsszuk az álszerint, ne játsszuk, végtelenül jól esett. Természetesen ezt is ugye helyén kell kezelni. Mindenféle rossz indulat nélkül én úgy gondolom, hogy azok a reakciók, amik ott voltak, őszinték, és tényleg számos régi ismerős kollega, jó barát, család, rokonság, hát mint mindenki másnál. És tehát ez örömmel kell mindenkit eltöltsön. Nagyon, nagyon jól esett, végképp jól esett. Természetesen egy újabb lökés, hogy na hát ez a hirtelen döntésben. Hát ha egy év múlva ebből a 200, teljesen mindegy a szám, gratulációból, ha az egy ötöde megmarad, akkor én annak nagyon fogok örülni. A jelenlegi helyzet a vírus veszély miatt nem segíti a vezetőt, hiszen egy működésében korlátozott intézményt irányítani nem egyszerű. Főleg úgy nem, hogy döntéseket kell hozni az éves működést meghatározó események ügyében. Valami nem kell gondolkodni, hiszen az 50 év, vagy ha csak az utolsó néhány évet visszük, azért mutat egy irányt. Ugye egy valamikori művelődési házból, művelődési központból, ami sok más feladatot is ellátott, igazából egy nagy komoly rendezvényszervező cég is lett,
ugye eleve egy gazdasági társaság is van, tehát ez is már a szervezeti forma is ad egyfajta keretet, ad egyfajta feladatot. Mindenképpen megtartanánk az elődeink által kitaposott utat, de az élet is fog ebbe sok újat hozni, már most vannak ilyen megérzéseim. Eleve itt van, ugye nem kell ecsetelnünk a járványhelyzetet. Az, hogy mint minden más, a Babics-Mihály Kulturális Központ is zárva van, nem csak az elmúlt egy hónapban, hanem a 20-as év, ugye hát ilyen húz meg, erez meg, hol nyitva, hol zárva, végtelenül nehéz tervezni. Nem tudjuk, hogy ez az év mit fog hozni. Lesznek-e fesztiváljaink, lesznek-e nagy rendezvényeink, milyen színházi programot állítsunk össze, milyen bérletes előadásokat. Mikor működhet újra végre a Bartina Együttes vagy a Tücsök Zenész Színpad és az összes civil egyesület, aki itt él, itt lélegzik, itt végzi a tevékenységét, alig várnánk már, hogy visszaadhassuk nekik végre a megérdemelt helyeiket, a házat. Hogy mondjam, tehát, de akkor is fogunk tervezni, vannak már előzetes tervek, elkészült a költségvetés vázlata, ebben nagyon nagy szerepe lesz a járványhelyzet feloldásának, tehát lehet egy, ha tavalyhoz hasonló, sajnos szomorú év is, meg lehet egy újra vágyakozás és örömet jelentő év, hogy kiszabadulhatunk a fogságból, újra részt vehetünk közösen eseményeken. Tehát nagyon-nagyon bizonytalan pályán, de több terv fog készülni. Ugye, mivel ez az egész rendezvény szakma is rendezvényekkel kapcsolatos munkák, mindegy az, hogy színház, mindegy az, hogy koncert, mindegy az, hogy bármilyen fellépőről is beszélünk, végtelen bizonytalanság van ott is. Tehát úgy gondolom, hogy most fogunk tudni olyan feltételes szerződéseket kötni fellépőkre, műsorokra, amelyek a rajtunk kívül álló okok miatt meghiúsul, minden bizonnyal kezelhetőek. Tehát óvatosan fogunk ezzel bánni, de a másik oldal is ugyanolyan óvatosan kezeli. Tehát a mai világban leszerződtetni most egy komoly koncertet, a fellépő részéről is bizonytalanság, nem csak arra gondolok, hogy hirtelen ők is megbetegedhetnek és nem tudnak eljönni ilyen viszmajor esetekre, hanem mindenki óvatosan fog ezt kezelni az egész országban. Tehát elindult természetesen, van most is koncepció születi napokra, Pünkösdi Fesztiválra, csak ugye két nagy rendezvényt említek, de ennek a tartalmi része, hát lehet, hogy az utolsó pillanatban fog úgy összeállni, hogy véglegessé, akkor tudjuk majd véglegesen meghirdetni, ha előtte néhány nappal vagyunk. Egy kulturális intézmény sajnos nagyon ritkán tud egy, nem csak Magyarországon, a világ bármely részén, gazdaságilag is egy eredményt, profitot hozó ház, egy profitot hozó vállalkozás lenni. Akkor lennék elégedett, ha financiálisan egy kicsikét megerősödnénk, meglévő problémákat, mert van azért bőven, pályára tudnánk helyezni, és ami a legfontosabb az emberek számára, ha ki tudnánk nyitni. Tényleg ez a vágyam, egy művelődési intézmény, egy kulturális intézmény, meg rendezvények nélkül, ez olyan, ha már a családban sem tartatunk születésnapot, meg ha már akár örömteli vagy szomorú esemény is tizen mehetnek el, az egy nagyon rossz történet. Ez ne tartson lehetőleg már csak hetekig. Tehát ha felszabadulunk, én azt gondolom, fog annyi pozitív töltést adni az embereknek, hogy a 21-es évre már úgy fogunk visszatekinteni, hogy újra együtt lehetünk és újra ünnepelhetünk. Angyal vitte be a fényt a templomba, majd az emberek szívébe. Az ötletgazda a Bátai Sárköznéptánc együttes volt, a kivitelező a Tolnatáj Televízió. Hogy hogyan jött az ötlet és milyen lett a végeredmény, most megnézhetik. Így kezdődik a Bátai Sárköznéptánc együttes karácsonyköszöntő kisfilmje. Ez időtájt minden évben saját karácsonyi képeslapot készítenek, és küldik ki barátaiknak, más együtteseknek, partnereiknek. Úgy gondoltuk, hogy mivel elég kevés bemutatkozásunk volt, elég kevés fellépésünk volt, nem is szégyen bevallani, szerintem, hogy 3 darab összesen, úgy gondoltuk, hogy most valami közelebbi, tehát valami szívhez szóló üzenetet szerettünk volna átadni a követőinknek, illetve barátainknak. És akkor valahogy jött az ötlet, hogy ez legyen egy videó, de akkor mégiscsak milyen videó legyen ez, énekeljünk, jó, de milyen formában, tehát, és akkor így jöttek az ötletek így a táncegyüttes tagjaitól, ugye ez egy elég kreatív csapat, és a végére alakult ki az, hogy ez egy karácsonyi üdvözlő videóklip legyen tulajdonképpen. Mi mindenképp szerettük volna felkérni a kedves barátunkat, Szabó Lindát erre az énekre, tehát hogy ő segítsen nekünk az énekben,
és én, ha jól emlékszem, az ő ötlete volt az, hogy egy angyal, vagy egy kislány jelenjen meg mindenképpen ebben a videóklipben. Én is gondoltam arra, hogy valahogy ezt a fényt, amit ugye átadunk egymásnak, a táncosok átadják egymásnak, ezt valahogy be kellene hozni a templomba. És hát szerintem erre ugye a legalkalmasabb egy kislány lenne egy angyalka személyében, de én, ha jól emlékszem, a Linda ötlete volt ez. Mert nagy örömre van született, aki után a föld ebedett. Mária karján égi a lény, isteni kisdert szűznek övény. A forgatás helyszíne a bátai Szentvér kegyhely volt, amit a közelmúltban a Ferenc pápa bazilika minor rangra emelt, tehát most már Szentvér bazilika. És mivel egy nagyon nagy átalakításon esett át ez az egész intézmény, úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen egy méltó helyszín, és ez hangsúlyt is kell, hogy kapjon a filmben, bár nekünk most inkább az egyházi környezet volt a lényeg, nem pontosan a templomnak a pontos helyszíne neve, de mivel az együttes székhelye Báta, ezért úgy gondoltuk, hogy a Szentvér Bazilika a legmegfelelőbb helyszín erre. Annak ellenére, hogy ez egy közösségi munka volt, de szerettük volna, hogy ez legyen igényes, mert szerintem úgy jön át ennek az üzenete. És rögtön én a kollégámat megkerestem ezzel, szóvivő kollégámat, nagyon jó ötletei vannak, nagyon kreatív ember, hogy ebben segítenen-e nekünk. Mert táncosok nagyon rugalmasak, részt vesznek minden közösségi projektben, csak egy kicsit kell őket irányítani, és azt éreztem, hogy én ehhez most kevés vagyok. Tehát az ötlet az megvolt, viszont a kivitelezésben úgy éreztem, hogy én kevés vagyok, és akkor megkértem a kollégát, akivel ugye a forgatókönyvet összeállítottuk, és akkor közösen találtuk ki, hogy kik legyenek azok az emberek, akik a megvalósításban konkrétan tudnak technikailag segíteni. A klip elkészítésében televíziónk is segített az együttesnek. A forgatás úgy zajlott, hogy gyakorlatilag az utolsó órában voltunk, a karácsonyi nagy hajrában. Mindenképp szerettük volna, hogyha ezt karácsonyra tudjuk ugye az embereknek közvetíteni. A forgatás, mi már egy páran tudtuk azt, hogy ez egy nagyon hosszú időt fog igénybe venni. Ez egy szombati napon történt a forgatás, oda hívtunk mindenkit, tehát a technikai személyzettől elkezdve a táncosokon át mindenki, aki szereplője volt a kisfilmnek, 11 órára, és gyakorlatilag egy bő 7-8 órát igénybe vett, amíg minden jelenet elkészült. A tánccsoporton és a Lindán kívül, illetve a kislányon kívül volt még egy kulcsfigura, az egyik táncosunknak egy barátja, aki az orgona kíséret volt tulajdonképpen az énekhez. Tulajdonképpen ő először találkozott az együttessel, tehát ez is egy nagyon érdekes volt ebben a filmben, hogy ez egy úgymond a táncos berkekben nálunk ez zenés főpróbának hívják, tehát ott állt össze az egész darab, mi vele először ott találkoztunk, és próbáltuk össze az éneket az orgona kíséretre, tehát ez egy ilyen rögtönzött dolog is volt egy kicsit. A végeredmény tökéletesre sikerült, tehát én azt gondolom, hogy talán még jobbra is sikerült, mint amire számítottunk. Tehát ez egy nagyon pozitív csalódás volt ilyen szempontból. Szerintünk nagyon szívhez szóló, nagyon megható lett az üzenet. Mert ez az égi földi király. ...1975-ben Vadas Ferenc, a Babits Művelődési Központ akkori igazgatója, felajánlott egy helyettesi posztot Dobos Gyulának. Az akkori politika nem adott engedélyt a pozíció betöltésére. Alig telt el egy-egy esztendő, és Dobos Gyula lett a Babits második igazgatója. 1976-ban Vadas Ferencet, a Műfáz első igazgatóját kinevezték a tanácsművelődési osztályán vezetőjének. Dobos Gyula feladatként kapta a ház vezetését. 32 éves volt ekkor. Nem volt egy könnyű feladat. Itt nagyon sok képzett, kiváló szakember dolgozott. Én bármennyire is ismertem a művelődési területet, azért nem voltam még egy-egybe szakember, tehát meg kellett először ismernem a többieknek az elképzelését, gondolatait, és egyáltalán, hogy a házat hogyan lehet tovább építeni. Itt volt egy óriási színházterem, mert a 660 férőhely azért az óriásinak számított. Oda legfeljebb Pécs tájolt. Itt pedig ki kellett találni, hogy az egész évben milyen új színházi előadások sorozata jöjjön.
Na most Vadasferiek nagyon jól indultak meg ebbe a kérdésbe, és ezt mi folytattuk 76-tól kezdve. A kezdeti időszakban náluk ilyen 30, 40, 50, 60 színházi előadásig mentek el. Ez az én időszakomban, tehát 76 és 80 között, meghaladta a 70-et is, és 70-75 színházi előadásra is sor került. Szekszárdon kialakult egy színház színtársulat nélkül, mégpedig jól bejáratott színház. Segítette ezt az, hogy ez Babits Mihály megyei művelődési központ volt, megyei fenntartásban, tehát a mi feladataink nem pusztán a városra, hanem a városnak a tágabb értelmület környékére is egy ilyen 30-40 kilométeres körzetre vonatkoztak, nyugodtan mondhatom, hogy az egész megyére. Na most ezt mi úgy vettük le, hogy hoztunk a pécsi előadások mellett Szegedről, Kecskemétről, Kaposvárról, Zalaegerszegről, Győrből, Veszprémből, és később a Józsefvárosi Színház is tájoltnál, sőt Szolnokon is volt egy pár alkalommal, és hát amit nem hoztunk be már a házba, az a Dériné Színház volt. Azt meghagytuk a falu színházának, és a Dériné Színházi előadások itt legfeljebb gyerekelőadásként jelentkeztek. Ha arra gondolok, hogy 6 felnőtt bérlet és 2 diák bérletünk volt, akkor ki lehet számolni, hogy itt több ezer bérletesről beszélhettünk. A Babits megyei házi jellege azt jelentette, hogy a szakembereknek módszertani feladatokat kellett ellátni. A korábbi időszakban volt egy TADO. Ez egy tanácsadó, megyei tanácsadó szolgálat, amelyik a különböző kis csoportokkal, művelődési házakkal foglalkozott és segítette az ő munkájukat. Ez besöprődött a Babitsba. Tehát a normál művelődési házi feladatok mellé az úgynevezett módszertani feladatok is ide kerültek. Tehát a továbbképzés a műfázigazgatóknak, szakkörvezetőknek, klubvezetőknek, különböző megyei módszertani kiadványoknak a megjelentetése, legyen az esetleg fotó jellegű, vagy filmes jellegű, vagy képzőművészeti jellegű, vagy díszítőművészet, hogy mindjárt németnére gondoltam írteni be, tehát a díszítő. Ezekre összefogták a megyében lévő különböző kis csoportoknak a vezetőit, és továbbképzéseket tartottak számukra. Ez volt az egyik. A másik pedig a megyei szakfelügyelet. Az annyit jelentett, hogy igenis szakfelügyelőként a kollégák, a szakkollégák, a módszertaniak látogatták ezeket a házakat, és ahol tudták, segítették az ő munkájukat. Babits az ország második legnagyobb háza volt a debreceni mellett, így az országba érkező külföldi együttesek egyik turniállomásává is vált. Politikai szempontból is kedvező helyzetben voltunk. Ha szovjet vagy baráti országban lévő vendégművészek tájoltak az országba, akkor Szekszárd legtöbbször bekerült a kalapba. Hát ilyet mondjak, Mojszejev együttes, a Zsok moldáviai népi együttes, a Piatnyicki együttes, de a nem baráti országok közül is a PUK, japán állami bábszínházat itt látni. Tehát ezek olyan csodálatos élmények voltak, amik úgy feldobták a háznak a nivóját és az érdeklődést is az emberek számára. Tehát ez volt az egyik terület. A másik, ami a kihívást jelentette, ebben az időszakban a munkásművelődés mellett a felnőtt nevelés, a felnőtt oktatás került a középpontba. Tehát annyira fel kellett ezt fejleszteni, hogy egész osztályt hoztunk létre, Illés Lázár volt a vezetője, és aki a korábbi időszaktól ezt továbbítta, Bár Flóri bácsi. Azt hiszem a neve sok mindent mond, hiszen ő még vala a polgármester is volt a 40-es évek végén Kisgazdapártból. De mint felnőtt nevelési oktató komoly szerepet játszott. Bekapcsolódtunk a Mindenki iskolai országos sorozatba is, és ebbe 2 művelődési központ nyert 500 000 forintot a munkája eredményeképpen, az egyik a Debrecen volt, a másik pedig mi voltunk. Ezt mindenképpen egy komoly sikernek tudom felfogni. A másik, a külkapcsolataink jelentős mértékben javultak, még tovább. Néptánc együttesünk szinte minden évben el tudott jutni külföldre, görögországi Lefka szigetétől Párizson keresztül Románát, sok helyen a különböző fesztiválokon részt tudott venni. Az én időszakomban sikerült eljutni először a pedagógus kórusnak külföldre, ez egy hollandiai kapcsolatnak kialakítását jelentette. Azután ugyancsak külföldi kapcsolatot jelentett a Rejtvényfejtő klubnak, a horvátországi Csorral és egy lengyel egy csapattal való kapcsolatfelvétele. 5 év után is már kialakult olyan helyzet, hogy szerettünk volna még fejleszteni, de erre nem voltak meg az anyagi feltételek. Szerettünk volna jutalmazni kiváló munkatársakat, de erre nem voltak meg a feltételek. Csak példaként hadd mondjam neked, hogy volt olyan évünk, amikor ekkor már 62 fős intézményről beszélünk, a főállású munkatársakkal együtt, amikor 4 úgymint 4000 forint volt a jutalomkeretünk.
és ezt is úgy nagyjából befolyásolták, hogy kiknek szabad odaadni. Na most ez nem volt egy húzóerő, holott például a szervezés óriási munkát végzett ahhoz, hogy mindig teltházak előtt menjünk. Tehát az emberek azért nem ömlöttek úgy be, hogy mindenre akartak volna jönni. Pékné Marikáéknak a szervező munkája eredményeképpen viszont így sikerült. Na most eredménynek tartom azt, hogy olyan kollégákat sikerült az intézménybe hozni, akik később is bizonyították, hogy ide való. Az én időszakomban lett a Szabadi Misinek az asszisztense, a Kapási Júli. Tehát ő bizonyította az intézmény élén is évtizedes tevékenységével. Az én időszakomban került a felnőtt oktatási csoportba Halmai Zsuzsa, aki szintén bizonyította, hogy valóban ide való. Tehát úgy érzem, hogy ezek a tényezők, ezek pozitívak voltak, és a háznak a munkája az, hogy most szerintem vagyok, és azt mondom, hogy a fénykor körül volt, ez az aranykora volt kb. A Babicsnak. A karácsonyi ünnepkör január 6-áig vízkeresztig tart, vagyis a szilveszter és az új év is ennek a része. De ahogy a karácsonyhoz és az adventi időszakhoz, úgy ehhez is több népszokás hagyomány babona tartozik. A gonosz elűzése, halál, termékenység és szerelmi jóslás, időjárás jövendőlés. Ezek a népszokások jellemzik szilveszter napját. Az új év népi sajátosságai a lencse, bab, sertés, húsfagyasztás, de a házi asszonyok is szabad napot kapnak, ugyanis tilos mosni és takarítani ezen a napon. Ez nem egy önállóan álló nap, hanem tulajdonképpen az egész téli ünnepkörnek, illetve karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokásoknak az egyik folyamánya, és nagyon szorosan ehhez tartozik, ahogy január 6-a, tehát a vízkereszt napja is. December 24-én, ahogy véget ér a szigorú böly, tehát onnantól kezdődően, karácsonytól kezdődően, megindulhat egy olyan fajta sokkal bőségesebb étkezés, olyan dramatikus szokások, mint a betlehemezés, a különböző új évköszöntésnek a szokása, ezek már karácsony előtt is elindulhattak, illetve a karácsony után egészen vízkereszt napjáig tartanak. Azzal a különbséggel, hogy még a különböző népi szokásokban karácsonyig inkább a szálláskeresést, a Jézus eljövetelét, tehát a pásztor játékokat szokták előadni. A dramatikus játékok közül, tehát a karácsony után, az új évkor, illetve a vízkereszt között a Heródes játék, illetve a három király járást szokták előadni. Ez mindenhol változó volt, hogy fiatalok, idősebbek adják elő. Ennek a lényege az volt, hogy a három király, tehát a napkeleti bölcsek, hírül vevén Krisztusnak a születését, elindulnak az ajándékot elvinni, hódolatokat tenni a megszületett Krisztusnál, és összetalálkoznak Heródessel. A játék alatt formailag változott, hogy legyőzik Heródest, és ugye utána tömjénnel, mirhával, aranyjal megrakodva jutnak el Jézushoz. Most gyakorlatilag ez a szokás, vagy ez a játék összekötődött azzal a katolikus helyeken, hogy új év köszöntő jó kívánságokat mondtak el a ház népének. Igazából mindenhol beengedték őket, és a végén egyfajta hagyományos adománygyűjtő formulával zárták ezeket a dramatikus játékokat. Ennek megint csak egyfajta közösség megerősítő szerepe volt, tehát akár fiatalok adták elő, akár felnőtt férfiak, idősebbek. Általában a nap végén az összegyűjtött ajándékokat, pénzt, húst, babot, különböző terményeket, bort kaptak. Ennek egyfajta közösségépítő, megerősítő szerepe volt. Az összegyűjtött adományokat a nap végén megfőzték és elfogyasztották. Ilyen csoportos népszokás volt még a regölés, amit maskarákba beöltözve különböző zajkeltő eszközökkel űzik el a gonoszt. És jó kívánságokat mondanak, óvó, védő rigmusokat adnak elő. A regülés ez egy nagyon érdekes, dramatikus játék, ugyanis megint csak azt lehet mondani, hogy a nagyon régi ókori elemei, illetve ókori elemek, illetve konkrétan a magyar Kárpát-medencébe való érkezés előtti rítus elemek megtalálhatóak benne,
Ha arra gondolunk, hogy milyen különleges maszkokkal, milyen maskarákba öltöznek be ezek a regősök, akkor a táncuk is, a csörgős botot, a láncos botot, amit magukkal visznek, ez az úgynevezett regős síp, illetve ez a köcsög duda, amit közben használnak, és maga a mondatuk a helyregő rejtem, illetve vele együtt keveredik a dicsértesség az Úr Jézus Krisztus formula, tehát mind a kereszténység előtti, azt lehet mondani, hogy egyfajta táltos hit, vagy akár finnugor elemek keverednek a már fölvett keresztény elemekkel egy azon szokáson belül. Tehát ezek nagyon érdekesek, és egészen a 20. századig ugye életben maradnak. Ezeken kívül sokfajta jóslást is végeztek szilveszter napján. Halál, termékenységi és szerelmi jóslásokat tartottak. A következő év időjárását, a hajadonlányok leendő férjének nevét, foglalkozását jövendölték meg. Nem végezhettek nagy takarítást vagy mosást, és az étkezésre is nagyobb hangsúlyt fektettek. Tyúkhúst pedig tilos volt enni. Ugye azt tartották, hogy vagy elrepül az ember a család szerencséje, vagy elkaparja a tyúk a szerencsét, illetve a pénzt. Viszont kifejezetten fogyasztottak disznóhúst bőségesen, hiszen a malac az a hiedelem szerint előre kitúrta a családnak a szerencséjét. Ugyancsak ehhez kötődött a középkori időszakban a magos szemes terményeknek a fogyasztása, a bab, a lencse, a köles, különböző búzákat édeskásaként, sóskásaként fogyasztottak, és hát azért a tömegtermelésben például a rizs is bekapcsolódik a 20. század elején, illetve a II. Világháború után a rizs is bekerül ebbe az étkezési szokásba, mint az ilyen magterményeknek a fogyasztása. Tehát ez mind azt alapozta meg, hogy az elkövetkezendő évben a család gazdagságát, illetve a bőségét meg tudják tartani. Az is nagyon fontos volt, hogy ne vigyenek át haragot a következő esztendőbe. Megújult, tiszta lélekkel indítsák az új évet. Az ünnepkört január 6-a vízkereszt zárja le, de nem maradhatunk sokáig népszokások nélkül, hiszen ezzel be is lépünk a farsangi időszakba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!